Üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk a vízparton, Zalacsányban. Egy frontban vagyunk éppen bent. Elég felhős az idő. Nagyon kedves tógazda megadta az instrukciókat, hogy a túloldalra, a bozót alá húzkodjunk be erős fékkel. Úgyhogy ezek megtörténtek. És várjuk a halakat. Remélem, hogy sikerül orvnacsalni egy-két halat a nap végére. Reggeltől leszünk estig, azaz körülbelül olyan 9:30-ra voltak benne a botok, 6 óráig tervezik a horgászatot. Hoztunk magunkkal sátrat is, nehogy elázzunk, de nagyon benne van az időjárásba. Esőt mondott, felhősödés. De remélem, hogy sikerül majd azért halat fogni is. Na hát, horgon van az első halunk. Közvetlen a bokor alól. Húzós kapás. Körülbelül fél órája vannak benne a botok. Elég jó biztosok itt a halak. Nem tudom megmeríteni egyedül. Nem adja magát. És megvan. Köszönöm szépen. Íme, a balancból. Már volt horgon a hal. Az első zalacsányi tükrösünk. A bozót alól. De igazán, körülbelül fél méterre volt lerakva a szerelék a bozót alá. A hal súlya majdnem 8 kg. Majdnem 9 kg. 8,90.
Íme. A következő halunk a bokor alól. És ez is a balanszbolgyit vette föl. Gyönyörű jószág. Lemérjük, befújjuk a száját. Már volt horgom. Jó. Megnézzük hány kiló. És a hal súlya 13,5 kiló. És megérkezett az a szállítmány. Gyönyörű hal. Gyönyörű hal. Köszönöm. Na hát akkor megstuccoljuk a bozótost. Onnan az a szép 12 kilós jött. Bele, babá. Oké. Okay. Az alacsony a múlunk. Hello, öcskös. Horgokon a következő halak, dupla fárasztás, horgásportás barátom is fáraszt, így keresztbe fáraszgatunk egymásnak. Úgyhogy jó ez az alacsányi peca. El is vonulok. Átmegyek itt a bozóton. Ne legyen probléma. A zakadóba ne menjen be. Nem nagy hal, viszont a szákot azt merítő hálót azt. Nem lesz egy nagy hal.
Na, nagy nehezen sikerült. Uff! Itt a párja. Hát íme itt a két dupla kapás. Az egyik a sportás barátomé. Ez pedig az enyém. A bokor alól. A kicsiknek is örülünk. Majd megnőnek ezek is. Úgyhogy vissza is engedjük őket. Na hát akkor véget ért a zalacsányi horgászatunk. Hála Istennek, hogy sikerült partra terelni egy pár szép halat. Úgyhogy pakolunk össze, és legközelebb találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!